Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Április 3-án kinyílik egy égi kapu, portál nap van. Ez azt jelenti, hogy a mi földünk kapcsolatban áll a plejádokkal. Ez egy finom energiamező, ennek van gyógyító ereje, azon kívül kinyílik egy ajtó, kinyílik egy kapu, a spirituális terület felé. Ezen a napon tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. Az energiai egyensúly az 4000 forint, e-mailen keresztül jelentkezhettek a szertartásra. Hogy ezen a napon miről van szó, erről beszámolok most ebben a felvételben. Az, hogy mikor van egy portál nap, azt a maják számították ki. A forrás tehát a maja naptár. Erről a maja naptárról beszámolok naponta a Facebook oldalamon, Dendera Susanna Medici. Ebben a maja naptárban vannak hullámok vagy rezgések. Egy hullám 13 napig tart, ez olyan, mint nálunk a hét. A majáknál a 13-as szám az egy misztikus szám volt, és ők úgy gondolták, hogy ez a 13-as szám szerencsét is hoz. Április 3-a, ez a portál nap, a 10. hullámban van. Ez a 10-es hullám azt jelenti, hogy most megvan a lehetőség arra, hogy indítsunk valamit, amit szeretnénk kiépíteni. Vagy lépéseket tegyünk annak érdekébe, hogy elérjük a céljainkat. Április 3-a, ez a portál nap, a 4. nap ebben a 10-es hullámban, és ez azt jelenti, hogy itt most már megvannak az alapok. Ez lehet egy új kezdet, valamit kialakítani. Az alapok ott vannak. Megvan a biztonság érzete. Ez lehet a munkahely, a hivatást élni. Vagy egy lakhely, végre ott élni, ahol szeretnél. Vagy a párkapcsolatot illetően lehet egy új irány, és itt megvannak az alapok egy tartós párkapcsolatra. Sőt, ez lehet egy közös otthon kiépítése is. A maja naptárban naponta vannak szimbólumok. Ezen a napon, április 3-án Imis uralkodik. Imis lefordítva egy sárkányt jelent. A sárkány szimbolizálja a kármikus témákat. Sőt, a horoszkópban is van egy sárkány, mégpedig a lefele mozgó kármikus csomó, Kétu, ami jelenti az érzelmeket. Kétu az a sárkánynak a teste. A másik oldalon, tehát szemben van Ráhu, a felfele mozgó kármikus csomó, a sárkánynak a feje. És az jelenti a gondolatokat. Az egyik, a Ráhu, az a tudat, a tudatos gondolkozás, a másik pedig az öntudat, inkább az érzelmek. Ennek van egy mitológiai háttere is, és én csak azt szeretném közölni, hogy ez a sárkány el van vágva. A feje külön van a testétől. A feladatunk az, hogy a sárkány testét meg fejét összefűzzük, mint egy gyűrű. Ez látható itt a képen is. Itt a múltról van szó,
ez Kétu, a sárkány teste. Itt a jövőről van szó, ez a sárkány feje Ráhu. Ami fontos számunkra, hogy legyen meg a középút, a jelen, hogy mi a jelent éljük, hogy legyen meg a belső egyensúly, a tudatos és az öntudatos valóság, vagy a gondolatok, érzelmek, hogy itt legyen egy hang, akkor sikerülni fog ezt a gyűrűt kialakítani. Ennek a sárkánynak, illetve ezeknek a kármikus témáknak van gyógyító ereje is. Itt a képen egyik oldalon látható a hold, a másik oldalon az a sárga vonal, az jelenti a napot, tehát itt a hold és a nap, az éjszaka és napközben, tehát itt is megvan a kapcsolat, itt is látható az, hogy egyik nélkül nincs a másik. És ami számunkra fontos, hogy a jelent éljük, hogy meglegyen a gyógyító erő, a gondolatok, az érzelmek, hogy azokkal, hogy egy hangban legyünk, legyen meg a belső egyensúly. Persze, ha a kármikus témákról van szó, akkor a tettekről is, hogy mind azt, amit tettünk az életünkben, az valahogy úgyis előbb vagy utóbb visszatér hozzánk. A jó tettek is, szerencsére. Amit ez a imis szimbólum, ez a sárkány még jelent a gyógyító erőn kívül, kármikus témákon kívül, az a szexuális energia, tehát ez is egy téma ennél a szertartásnál. Ennél a szertartásnál arról van szó, hogy legyen meg a gyógyító erő, hogy áttegyük magunkat a félelmeken, a bizonytalanságokon, legyen egy jó kezdet, sikerek, legyenek meg az alapok, a biztonság érzete, hogy a jelent tudjuk élni, és bizonyos dolgokat el tudjunk engedni a múltból, és ne féljünk a jövőtől, és akkor így megvan ez a kör, tulajdonképpen így magunk körül, ami óv bennünket, van egy gyógyító ereje is, és ez a szertartás kihat a szexuális témákra is, tehát kihat a párkapcsolatra. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, meglátogathatsz a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, vagy leírhatod a véleményedet a kommentárban. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderán!